A Nemzeti Bank kincsei. 3 nap múlva minden közlekedés megszűnt Bécs és a külvilág között, a nihilisták semmi hírnököt nem bocsátottak Bécsbe. Az Éva almája naponként új meglepő diadalhíreket hozott az Anastáter borzasztó hatásáról, mely Krakkó egy negyedét egy perc alatt romba döntötte, a honvédsereg alkudozásairól a fegyverlerakás iránt, azután megint a második Anastáter rombolásáról, a repülő lovasság megérkeztéről Krakkó alá, a honvédsereg kétségbeesett kitöréséről Krakkóból, és a német határon át megkísérlet menekülésről, annak meghiúsulásáról, a repülő lovasság jókor megjelenése által. A Krakkóba visszaszorításról, mely után most már csak a föltétlen megadás várható minden nap. Senki sem kételkedett benne, hogy ezek mind így történtek meg. A nihilistáknak volt gondjuk rá, hogy fenséges ellenfelüknek, a generalissimusnak is juttassanak ezekből a jó hírt hordó lapokból. Azokból meríté ő a leghitelesebb tudósításokat. Mikor aztán a kapitulációt várta másnap reggel az olvasóközönség, és rohant az Éva almája reggeli lapját mohón falni, talált ahelyett egy gonosz hírt a lap élén, melyet az előzmények után legkevésbé várhatott valaki. A múlt éjjel a burgban egy orgyilkos 3-szor lőtt revolverrel Alexandra elnöknőre. Az elnöknő megragadta a gyilkost, és tőrével leszúrta. Nem tudni, ki volt az ember, mert meghalt. Nála levő iratok nagy kiterjedésű összeesküvés nyomára vezettek. Következtek az esemény természetes korrollálómai. Mától fogva a rendőrséget az orosz hadsereg főparancsnoksága fogja kezelni. A parlament ülései megszűnnek. Ostrom állapot jön. Marciális törvények és haditörvényszék. A fegyvereket beadja mindenki. 2 nap múlva házkutatás, a város minden része katonai megszállással foglaltatik el, és csak igazolvány mellett lesz megengedve a közlekedés, és este 10 órakor minden kávéház bezáratik, a színi előadások megszűnnek, és a 10 órai 3-as ágyúlövés után csak lámpással szabad járni az utcán, a gáz ki lesz oltva, éjfélen túl mindenki elfogatik, aki az utcára kilép. No, ez bizony elég kellemetlen átváltozás az eddigi Gaudeamus Igitorból. Mazrúr is csak a Börze kávéházban olvasta a hírt. Rögtön vágtatott fel a burgba, és sietett Sásza asszonyhoz. Szabad bejárása volt hozzá minden időben. Egyedül találta. Ki volt az az átkozott? Kérdé ajtóstól rohanva be hozzá. Lengyel volt, ugyebár? Vagy magyar? Vagy emigráns bojár? Senki sem volt, semmi sem volt, felelt rá idegen Sásza asszony, és a 2 szemölt kérdőjele és a homlokredő felkiáltó jele élesebben volt rajzolva arcán, mint egyébkor. Koholmány az egész. Ó, ho-ho-ho-ho, Mazrúr elkezdett nevetni. Ne kacagj, te őrült! Kiállta fogcsikorgatva Sásza asszony, és öklével melbe ütötte a Herkulest. Tegnap agyon zúzták a krakkói hadseregünket, az egész repülőlovasságunkat, átverték mind Németországba, és elvették tőlünk Csensztohovát. Kicsoda! Kicsoda, kicsoda! Az Isten vagy az ördög, vagy mit tudom én, kicsoda! Azok közül, akiknek létele lehetetlenség, kicsoda, kicsoda, egy ostoba fajankó, aki megöli a szombatot, nem issza a bort, és annak a nősténye, egy rossz arcú, mosolygó báb, a te növendéked, ki tőled megszökött, és annak a híme, ki téged megrugdalt. Ezek tiportak el minket. 280 000 ember, 60 000 lovas, minden ágyú, egész Csensztohova, minden készletünkkel, pokolbeli, égbeli, mindegy, az repülőgépek dolgoztak ott. Ez a férfi és ez az asszony készítén nyíltan, mindenki tudtával és mindenkitől kikacagva azt a gépet, mely most egyszerre 1000 évvel támad a fejünk fölé, és minket a sárba gázol. Átok a fejedre, hogy nem tudtad őket megvenni vagy megölni, amikor a médiumok ezt már előre megjósolták neked. A nihilizmus együtt jár a spiritizmussal. A lélek anyag, és holta után médiumok által közlekedik. Ebben hitt Sásza asszony is. Mazrúr
tehetetlen tömegnek érzi magát e rémhírekre. Haja sok volt Sámson fejének, de eszméje kevés. Sásza asszony lábával toppantott, és a saját üstökét tépte az öt ujjával. Mit akartam én? Meg akartam alázni egy fejedelmi asszonyt, akinek apái az én apáimnak cárjai voltak. Azt akartam magam előtt térden látni és kegyelemért könyörögni hozzám maga és koronás porantja számára. És aztán nem adni neki kegyelmet, hanem elvinni őt magammal, hogy legyen egyedül rab, ahol mindenki szabad. Aki egyedül volt szabad akkor, midőn mindenki rab volt. Ezt a Júnót, ezt a császárnét akartam megalázni. Elvenni tőle országait, népei szívét, asszonyi méltóságát. És amikor a célnál állok, akkor fölém kerül egy repülő féreg, egy méh, megszúr fulánkjával, és halott vagyok. Ó, csak asszony ne lett volna. Ha az a férfi, aki legyőzött, egyedül jött volna, odavetném magamat lábaihoz, széttárnám előtte keblemet, és azt mondanám, ide lépj, tapos rám, Isten vagy, imádlak. De nőt is hozott magával. Miért veretett meg egy asszony kezével? Nincs segítség? Kérdezi Mazrúr. Segítség, bolond. Azok repülnek, mint a sasok. A mi léghajóink tekenős békák ellenükben. Nekünk haza kell mennünk, és azután nem tudom, mi lesz. És még a pétervári banktól kivett igazi aranykészletünkből is elfoglaltak 10 millió rubelt. Mazrúr, nincs itt most síránkozni való idő. Szégyellem, hogy annyit fecsegtem hiába. Pöly! Asszony voltam. Legyünk férfiak, álljunk bosszút. Nej, nem kell nekem vér. Ma megsiratják, holnap elfelejtik. Nem csinálok én romhalmot Bécsből, de egy olyan sebet akarok rajta ütni, amit ez az ivadék ki ne heverjen, amíg él. Én elviszem a Bécsi Nemzeti Bank kincseit. Hű! Szörnyet el Mazrúr, és atlétai termete egy megriadt gyermek hunyás torzképelet. Az lehetetlen. A bank kívül-belül lepecsételve a nagyhatalmak követeinek címereivel, a trezorok brámazárral ellátott betörhetetlen vasajtóktól őrizve. Azon kívül van egy titkos gépezet, amelynek nyitja a bankkal átellenes házba van vezetve. Ott felváltva őrködik egy bankhivatalnok éjjel-nappal. És annak az az utasítás van adva, hogyha bárminő gyanús zörejt hallana a banképületben, a gépezet rúdját fordítsa el, és arra az egy mozdulatra minden trezor föld alatti boltozata megtelik vízzel. Ha pedig erőszakkal visszük el a kincseket, ha az tudomásra jut, minden nagyhatalom egyszerre mi ellenünk fordul, és mielőtt Szentpétervárig jutottunk volna, már felmorzsoltak bennünket, és zsákmányunkat is visszavették. Te hallgass! Nem kértem a tanácsodat. Te teljesítsd, amit én parancsolok. Én úgy viszem el a bank kincseit, hogy azt maguk a bank igazgatói sem fogják észrevenni. Csak majd egyszer, nagyon későn, évek múlva vezeti őket rá valami véletlen, hogy ki vannak rabolva. És akkor sem fogják bebizonyíthatni, hogy ki által. Jegyezd fel utasításaimat, de ne írj fel semmit, tartsd a fejedben. Ahol fennakadsz, kérdezd meg újra. Tehát legelső dolog a pecsétek. Ez a legkisebb akadály. Te értesz a technikához, hiszen tanítottad azt a Szabinádban. Az ortoklasz porcellán agyagból egy gyűrű nagyságú gyurmát rányomsz a pecsétre, azt a fegyvertár kohójában kiégetteted, olyan lesz, mint az eredeti karniolba metszett pecsétnyomó. Akkor a felragasztott papírszalagokat biztón letépheted. A pecsétnyomók birtokodban vannak. Nehezebb feladat a bank udvarára való bejutás, mert a kapukon át nem lehet. Ott mindenki meglátná, de ez is kivihető. Egy léggömb elég, hogy 10 embert fölemeljem, egy másik léggömb pedig utánuk viszi 100 kiürített léggömb hüvelyét. Ezeket teherszekerek viszik éjjel a banképületig. A léggömbök mind fekete fátyol szövettel legyenek bevonva,
hogy a sötétben ne lehessen őket látni. A két első léggömböt eresszétek le a mondott teherrel a bank négyszög épületének udvarára. Mind a 10 ember a leggyakorlottabb aeronautákból legyen válogatva, akik értenek a légjárók megtöltéséhez, felbocsátásához és leszállításához. Az üres léggömbhüvelyeket meg lehet tölteni a bank helységében levő gázvezeték csöveiből. Most előttünk vannak a zárt ajtók. Mikor a bank helyiségeit lezárták, az jelenlétemben történt. Mert csak úgy vállalhattam felelősséget azért, hogy mindenkincs ott marad, ha előbb meggyőződöm róla, hogy csak ugyan ott is van minden. Tehát a következő ajtók felnyitandók. Első udvaron a főlépcsőről benyíló egyszerű ajtó római egyes számmal. Ez az igazgatósági lakosztályba vezet. Struttféle zár, a kulcs száma 15282. Innen átjárás van a bank pénztárába, melynek ajtaján Cotterol féle négy oldalra csukó zár van. Ennek a kulcs száma 42. A számokat írd fel. Amikor a pénztárba eljutottál, akkor ott találsz három nagy vas szekrényt, melyek az egész falat elfoglalják, mind szélében, mind magasságában. Az egyikben áll a forgalomra szánt arany és ezüst pénz 10 millió. A másodikban a tartalék banki egy 10-es, 100-as és 1000-es csomagokban, 100 millió. A harmadikban állnak a visszaváltott bankjegyek, ez már szemét. Mind a három szekrénynek brámazára van, és saját kulcsán kívül semmivel fel nem nyitható. Valamit a föld alatti kincstartó boltozatoknak. Az első szekrény kulcsszáma 162.818, a másodiké 38.001, a harmadiké 200.012. De a fő kulcsokon kívül még mindeniknek van egy A, B, C és XY Z betűkkel megkülönböztetett közép és kisebb kulcsa. A legkisebb kulcs nyitja ki a legbelső fiókot. Ebben a fiókban nem áll egyéb, mint a föld alatti trezor termeknek fő és mellé kulcsai külön-külön. Egyik a bankigazgatónál, másik a főkönyvvezetőnél, harmadik a pénztár igazgatónál áll rendesen, most oda vannak elzárva, és csak a szekrények kulcsai adattak át a három hivatalnoknak a lepecsételéskor. Most figyelj jól! Valamennyi szekrényt és ajtózárat mind a régi Wertheim cég készítette. Most ezt részvény társulat útján megszereztük. Te vagy a társulat elnöke. A gyár ügykönyvének a nyomán a tudtodra adott számok segélyével valamennyi kulcsot mind megszerezheted, lehet, hogy megvannak párban is készen, hogyha netalán elvesztének, megszerezhetők legyenek. De a rajzaik, mintáik bizonyosan megvannak a mintakönyvben, és saját munkásaink azokat utána készíthetik. És akkor megkapva a trezorkulcsokat, azokkal minden kincstár ajtaját sorba kinyitod egész kényelemmel. Mazur úrnak izzadság gyöngyeivel volt tele a homloka, Sásza asszony pedig folytatta. Most hallgass meg, hogy mit tény tovább. A banknak 5 föld alatti kincstára van. 2-ben áll az ezüst, 3-ban az arany. A föld alatti bolt bejáratánál van egy süllyesztő gépezet, melyet kétféle gép hajt választás szerint, egyik gőz, másik embererővel. Ez a gépezet bocsátja le a pince tornácig az érccel terhelt öblös kocsit, és ez vontatja el. E kocsi 160 pénzes zacskóval telik meg, mely ezüstben 75 ezer, aranyban 800 ezer forintot tartalmaz. A trezorok mindegyike egy-egy 10 láb magas boltozatos terem, mellé gádorokkal és fülkékkel, ölnyi széles kőfalai belül vaspáncéllal burkolva, és alul a talapzat is erős vaslemezzel kötve, hogy azokban mind kívülről a falon át, mind alulról valami szomszéd házbalásot aknán keresztül betörni ne lehessen. Ablakai 3-as rostéllyal vannak elzárva. Ez odukban jéghideg a lég mindig, a szél húz rajtuk keresztül.
Az első trezor 6 öl hosszú és 3 öl széles. A legmélyebb fülkében van egy rézlap, az első alapkövet letevő osztrák császár, Ferenc emléke belevésve. A többi fülkék mind egész a boltozatig telerakva pénzes zacskókkal, amikben a verb ezüst áll, minden zacskó a torkán lepecsételve és a hurokhoz kötve annak a hivatalnoknak névjegye, aki annak a tartalmát megszámlálta. A hosszú boltozat alatt végig állnak ilyen pénzzacskókból felrakva a 7 láb magas és 4 láb széles gömbölyödő és négyszögű tömör tornyok, a zsákok ritka szövetén átcsillog a tallérok fénye. Mindegyik toronyra rá van írva az az összeg, amelyet tartalmaz. Az első hengeri domú pénzbástya 1,5 millióval kérkedik. Szomszédja Hombára lakó ezüst mamelon már 2,5 milliót val be. Az első trezorból 60 millió ezüstöt tartalmaz. A másik kincstárbolt, melyhez ismét más vasajtó vezet, más kulcsokkal többnyire aranyat rejt. Az arany 2 láb hosszú faládákban áll, vagy nagy födeles szekrényekben, 500 darab 10 forintosokat tartalmazó zacskókba szorítva. Egy szekrényben van 500 zacskó, és annak a súlya 31 mázsa, itt 87 millió aranyban eltemetve. A második trezorból jutni egy harmadik pincébe, itt arany van felhalmozva rudakban, mintek mindkét vége a hitelesítő bélyeggel van ellátva. Egyes ládák fontszámra megbecsült pepitákat tartalmaznak. Az állványokon kúp alakú királyok és a szekrényekben ellapított bandelettek, minőkkel Kínában szoktunk fizetni. Ugyanitt vannak szekrényekben a külföldi aranypénznemek is, különösen indiai rúpiák és portugálok. Egy kincstár becs értéke 55 millió forint. A negyedik trezor a banképület északi szárnya alatt van. Az egyetlen nagy szekrényt rejt magában, mely egy alacsony fülkében még külön el van zárva vasrostéllyal. E szekrényben hever 41 millió forint újveretű Árpád aranyokban. Az átelleni ajtó nyílik az ötödik trezor termébe, mely ismét ezüst barrokat tartalmaz. Feketés szürke vastag téglák azok 60 pontot nyom egy-egy. Rajtuk a készülő bankház stampilliája benyomva Sharp et Hilkens, Bullenbroker, London a 772B, mellékelve hozzájuk a hamburgi próba az ezüst valódi értékét bizonyító. Ezen téglák tűzhely alakban vannak egymásra halmozva, mind együtt 57 millió forint van bennük. Tehát az egész bank kincse 300 millió forint. Ez most a kezünkben van. Te a trezorokat felnyitva, a zacskókat fölemelteted a géppel, és átrakatod a léggömbök hajóiba. Egy nap 20 léghajó megrakodhatik. Azok éjjel, amint a gázvilágítás a városban kialudt, egymáshoz kötve a bank udvarából felszállhatnak. Te magad ott légy a léghajókon, és intézd okosan a leszállást. Én intézkedem, hogy akárhol szálltok le a városon kívül, szekerek álljanak készen, melyek a kincset átvegyék és elszállítsák az arzenálba, ahol én magam fogom azokat átvenni. A másik éjjel a léggömbökkel visszatérsz a bankhoz, a szekerek által vontatva, és az elhozott zacskókat visszaviszed. Azok meg lesznek töltve a velünk hozott alfenide tallérokkal és alumínium aranyokkal. Azokat visszarakadod a maguk helyére. 5 nap alatt elkészülhetsz az egész munkával, és mikor az igazi ezüst és arany helyett ott lesznek az álpénzek, az ezüst bárok helyén az ólomtéglák, a pepiták kicserélve, pincsbik és similor darabokkal, akkor bezársz ismét minden trezort és lepecsételed az ajtókat. Na? Fázol talán? Nem, el vagyok ragadtatva. Szétülök, ez mind meg lesz, de egy dolog aggaszt. A felvendő kincs iszonytató tömeg. 150 ezer forint ezüstben és 1 millió forint aranyban dolgot át 2 lónak elvontatni. Nekünk pedig tengelyen kell mindent elszállítanunk
Krakkó miatt a vasútat nem használhatjuk, és a magyarországi vasútak mind fel vannak előttünk szaggatva. Tehát ennyi ezüst és arany elszállításához kell 750 szekér. Ha mi 750 szekérrel 300 mérföldnyi úton keresztül pénzt szállítunk, emberi lehetetlenség, hogy azt az egész világ meg ne tudja. Arra is gondoltam, felelt Sásza asszony gúnymosollyal ajkai körül. Azért leszek én magam az arzenálban. Az osztrák fegyvergyárnak van vagy 50 ágyú öntőgépe. Az aranyat ezüstöt megöntetem ágyúknak, 6 ló csak elbír egyet, lesz 250 ágyú a 750 szekér terhéből, és azt a 250 ágyút egy rakáson trombitaszó mellett viszem el az egész európai diplomácia szemelátára fényes nappal. Pompás, kiáltott fel Mazrur szokott gorilla kacajával, hanem még egyet legyen szabad megjegyeznem imádatra méltó asszonyom. Ahol 50 ágyú öntő gépnél 300 ember működik, ha mind a saját emberünk is, lehet-e arra gondolni, hogy azok haláluk órájáig híven meg fogják a titkot tartani? Nem történhetik-e meg, hogy az ágyú öntőde agyagmintáiban egy-egy kis áruló atom az ágyú anyagból ott marad, és tanúbizonyságot tesz afelől, hogy vas és messzink helyett ezüst és arany lett ágyúnak öntve. Sásza asszony egymás fölé tette karjait, és szánalmas megvetéssel tekinte Mazrurra. Hát nem tudod-e, hogy az arzenál alá van aknázva? Nem történhetik-e meg az a véletlen, hogy mikor az utolsó ágyúöntéshez igazi vasat és rezet olvasztanak, az egész öntöde minden munkásaival együtt a levegőbe repül? Mazrur kegyetlenül kacagott, csak 300 ember életéről volt szó, mi az egy háborúban? No, ez a véletlenség megtörténhetik, szólt Mazrur. És akkor a németek 300 millió aranya ezüstje belünk jő, illetőleg még 10 millióval több, ami a pénztárban áll. Nem, azt ott hagyod. Ha azt elvinnők, arról az egészre rájönnének, ahelyett valami mást viszünk el. A tartalékbankjegy összegét, 100 milliót. Hát ahelyett mit hagyunk ott? Majd elmondom. A banképület déli részében van a bankjegygyár. Hogy megértsd, mi a teendőd, le kell előtted írnom az egész bankjegygyártást, ahogy az az osztrákoknál be van rendezve. Ők maguk világosítottak fel mindenről, midőn bankjukat nagylelkűen lezároltam. Neked 15 nyomdást kell magaddal vinned, és 10 erős munkást, aki a gőzgép helyett a gépkerekeket hajtja. A gőzt mi nem használhatjuk, elárulnak kéményen át bennünket. Feladatod lesz azt a 100 milliót kinyomatni, és az új jegyekkel a tartaléktőke jegyeit kicserélni. Evégett a második pavilon második emelete harmadik folyosóján az egyes számú ajtót felnyitod a 92.054 számú kulcssal. Onnan bejössz a véstöki műterembe. Ennek a 13.512-es számú kulcssal nyíló szekrényében megtalálod a bank jelenlegi 1000-es, 100-as és 10-es jegyeinek patriszait. Jegyezd meg jól. Csak a patriszok vannak meg, a matriszok meg vannak semmisítve, majd megmagyarázom később, hogy miért. Egyetlen eredeti acéllap van, melyet többféle művész készített el, de azt nem használják, az az igazgató kezében van. Ez eredeti acéllapba egy gép segélyével egy lágyabb acélhengert forgatnak mindaddig, míg annak felszíne az eredeti metszés legfinomabb karcolatát is, mint kiálló domborrajzot veszi fel magába, akkor azt a hengert kemény acéllá edzik. Azután ezzel a hengerrel ismét más, lágy acéllapba nyomtatják bele az eredeti rajzot, és akként 15 egymáshoz egészen hasonló matricot nyernek, és az 5 sajtógépen egyszerre 15 példányt állítanak elő ugyanazon bankjegyből. A nyomda helyiségeiben meg fogja találni az odabit nyomdamesterünk a bankjegypapírraktárt, a légszivattyús papíráztatógépet és a bankjegyszárítót gázmelegítéssel. Mindezekre jól kell ügyelni, hogy az új bankjegyek egészen hasonlítsanak a valódiakhoz, és még akkor sem fognak hasonlítani. Ezt is tudd meg, hogy miért.
Minden egyes matrislap egy külön széria bankjegyét nyomtatja. Mikor az acéllap készen van, akkor még egy kevés gyémántport hintenek rá, és azt szarvasbőrrel végigdörzsölik rajta. Ezáltal olyan vékony, kúszált vonalak támadnak az acéllapon, miket puszta szemmel meg nem lehet látni, hanem amint egy bankjegyet a gázgorcső végére tesznek, mely ezerszer nagyít, egyszerre előtűnnek rajta azok a kúszált vonalkák, és bizonyítják, hogy a bankjegy igazi. Azért hasztala minden utánzás. Még ha valaki az eredeti patriszot megkapja is, és azzal készíti el a bankjegylapot, rajta kapják a hamisításon. Az eredeti acéllap gyémántpor karcait nem lehet utánozni. Ezek minden szériánál más meg más rajzot adnak, és ezek által ismerik ki a bank saját jegyeit az utánzottak közül. Ezért kell kicserélnünk a magunk által gyártott bankjegyekkel az ő saját gyártmányukat. És ha az is meg lesz, akkor aztán csak tőlünk függ, hogy meddig hagyjuk őket élni. Nem törhettük őket össze a csatatéren. Össze fogjuk törni a pénzpiacon. Egész financiájuk, nemzetgazdaságuk ennek a nemzeti banknak a lételén alapszik. Hadd építsék erre az alapra palotáikat, kunyhóikat, vasútaikat, kikötőiket, kereskedelmüket. Évekig nem fogják észrevenni először azt, hogy a kincsük nem arany, nem ezüst, mert az otthagyott 10 milliót sem adják ki, és évről évre szaporítani szokták. Érckészletüket ahhoz ők hozzá nem nyúlnak. Másodszor nem fogják észrevenni, hogy 100 millió igazi bankjeggyel több van forgalomban, mint amennyit ők közrebocsátottak, mert ami hozzájuk visszakerül, az a gorcső alatt is igazi bankjegynek mutatja be magát. Egyszer aztán, amikor idejét látjuk, felébresztjük a kétséget, és akkor egyszerre ki fog tűnni, hogy semmiük sincs, hogy koldussá vannak téve. Ki által? Hogyan? Talány marad, vádolni fogják a bank fejeit, a kormányt és magát a császári családot. És akkor aztán összeomlik az egész kártyavár, aminek ország a neve. És palotákban és kunyhókban nem lesz más, csak koldus, és ez az egész nép, mint tönkrejutott csaló fog a sárba hullani, ahonnan nem kell fel többé. A sírból még van föltámadás, de a sárból nincsen. Mazrúr lelke kéjelgett e nő mámorító szavaiban. Mint hogy mégis lehetséges, hogy az a munka némi zajt okozhat, lesz gondom rá, hogy a bank melletti utcákon éjjel-nappal szakadatlanul járjanak végig ágyúink és társzekereink, miknek zörejétől az őrködők semmi neszt sem foghatnak el. És éjjel, amikor léggömbjeitek felszállnak, fáklya kíséret mellett fognak szekérvonataink járni. A fáklya lobogványtól idelen senki sem fogja észrevehetni a fekete léggömbök illanását. Odafenn. Hát azokkal a nyomdászokkal mi történik, akik a bankjegytömeg kinyomását eszközölték, hogy ne fecsegjenek? Megjutalmazod őket gazdagon, azután megesküdteted, hogy soha egyetlen egy szót nem fognak ebből kibeszélni, ami titok. Mire esküdtessem őket? Az Istenre vagy az ördögre? Egyikben sem hiszünk mi, és egyiktől sem félnek ők. Na, ne szakítsd folyton félbe a szavamat! Bánom is én, esküdtesd meg őket a nagy mamut csontvázára, csak esküdtesd meg. Beszélj nekik a becsületről is, amit tudsz. Aztán ültesd fel őket a munkában, részt vett léghajósokkal együtt egy léggömbbe, és mint nem harcolókat, bocsásd el őket örök szabadsággal. Csak egy. A léghajójuk szellentyűjének sarkait nem ulaszd el dur olajjal megkenni. Mikor aztán le akarnak szállni valahol a földre, és a szellentyűt felnyitják, a sarkok dörzsölésére a dur olaj elrobban, és meggyújtja a léggömb könenyét. És akkor aztán a te embereid meg fogják tartani az esküjüket bizonnyal. Ezt nevezik vertikális deportációnak a 20. században. Most megkaptad az utasításaidat, eredj! 5 napig tartott már a szigorú ostromállapot a legkedélyesebb világvárosban, és e napokat Sásza asszony folyvást az arzenálban törté. Az arzenál kéményei kibeszéltek annyit, hogy az ágyú öntödék éjjel-nappal dologban vannak.
Ebből kiokoskodta a leleményes népelme, hogy a nihilisták ágyúkat öntenek. Ez a tudat aztán rávezetett arra a következtetésre, hogy valahol bizonyosan sok ágyút elvesztettek. Ezt összevetve az ostrom állapottal, a félhivatalos Éva almája naponkinti diadalhíreivel kisült a végeredmény. A nihilistákat valahol bizonyosan nagyon megverték. Hatodnap aztán légbe repült az arzenál ágyú öntödéje. Azt mondták, hogy az egy önfeláldozó osztrák tüzér hőstette volt. Másnap 250 teljesen felszerelt csata ágyú hagyta el a bécsi arzenált, mindegyik elé 6 ló volt fogva. Szokás szerint minden löveg érzteste, vízmentes, ponyva burkolattal volt bevonva, és elől a szájánál bőrszeleppel bekötve. Így senki sem vehette észre, hogy a 250 ágyú közül egyetlen egy sincs kifúrva. Azok trombitaszó mellett vonultak keresztül Bécs főutcáin, valamennyi európai, ázsiai és amerikai nagyhatalom nagyköveteit felrázva nagy álmaikból, amikor ablakaik alatt végigrobogtak.